A Snapchat a közösségi hálók történetének következő nagy dobása. Felhasználó számban éppen előzi a Twittert, a növekedés dinamikája látványos. De újra ez a kérdés. Miből lesz a cégnek majd pénze, a szolgáltatása alapvetően ingyenes? Az elemzők szerint a Snap a rohamléptekkel fejlődő mobil hirdetéseket célozza meg. Megvásárolható kiegészítő lencsékkel, hely és alkalomfüggő geofilterekkel, szponzorált élő történetekkel, felderítésekkel, felhasználók által generált reklámokkal szednének be nyereséget. A Snapchat tehát reklámokat közvetít, amely nem feltétlenül zavarja a felhasználókat, sőt, sokak számára érdekesebbé teszi a marketinget. Az amerikai tőzsdefelügyelet elemzése szerint a Snap 2016-ban több, mint 6 alkalommal ért el rekordbevételt a 2015-ös évi teljesítményéhez képest, és tavaly elérték a $404.5 millió. Ugyanakkor a nettó veszteség is nőtt, $514.6 millió volt 2016-ban, szemben a 2015-ös $372.9 millióhoz képest. A tech startupoknál nem meglepőek a veszteséges évek. Amíg a termék népszerűsége emelkedik, befektetők tolerálják a trendet. Márpedig a cég felhasználóinak a száma a 2013-as 33 millió főről 2016 végére 301 millióra nőtt, évi 50%-nyi emelkedéssel. A platform nagyon is él. Napi 158 millió user 2,5 milliárd snapet küld. Az amerikai tinik szerint ez a legjobb közösségi háló. A Snapchat most a leggyorsabban növekvő felület a mobil hirdetési piacon. Egyes előrejelzések szerint a mostani $66 milliárd értékéből 2020-ra $196 milliárd kreál. A mérleg másik serpenyőjében ott vannak a kockázatok, hiszen a Snapchat magára húzza a folyamatos veszteségeket, amelyek problémát jelenthetnek a profitabilitás hosszas fenntartásában. Nehéz lesz elérniük, hogy a felhasználók még több reklámot használjanak, és közben a bruttó haszonkulcsot is növelniük kell, ami 2016-ban 10% alatt volt, míg például a Google és a Twitter esetében ez a szám 60%, a Facebooknál 80%. A szolgáltatás nagyban a Google Cloud-ra alapszik, ami növekvő aktivitás mellett mindig növekvő költséget jelent majd. A Snap feltehetőleg körülbelül $21 milliárd előjegyzéssel debütál, a becslések szerint körülbelül $14-16 közötti részvényenkénti árfolyamon nyithat majd. Ez rengeteg pénzt hoz a vállalat számára, és az éppen $400 millió fölötti nyereség hamar felpöröghet. 52-szeres túljelentkezés van a Snap részvényekre, ami már is új rekord a technológiai részvények kibocsátásánál. A Bloomberg és a Fortune szerint az IPO március 2-ára van kiírva. Ha megnézzük, hogy az elmúlt években a nagy technológiai részvények árai a bevezetés után az első 90 napban hogyan mentek, azt látjuk, hogy az IPO napja és a 90. napon jegyzett ár közti különbség átlagosan plusz 68,2% volt. 3 hónap után egyedül a Facebook volt jelentős mínuszban, de azóta sokszorosan kihízta az akkori értéket. A Facebook IPO-hoz képest a Snapchat papírjának jegyzését jóval lejjebb kezdik. Így van esély arra, hogy ha ilyen ütemben nő a vállalat pozíciója, akkor a részvények is emelkedhetnek az első hetekben.